Drón és rakétatámadást hajtott végre az éjjel Irán-Izrael ellen. A teheráni vezetés jogos önvédelemnek nevezte a támadást, válaszol arra a két héttel ezelőtti légicsapásra, amelyet Izrael hajtott végre irán damaszkosi konzulátusa ellen. Magyarország elítélte az Izrael elleni támadást, és a kialakult helyzet miatt Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot. A kormányfő azt írta a közösségi oldalára, idézem, a közel-keleti konfliktus kiterjedése súlyos veszélyt jelent a világ, és így Magyarország biztonságára is. A témát Gábor folytatja vendégével. Köszönjük szépen, jó estét kívánok én is mindenkinek. Somkuti Bálintól a Matthias Korvinos Kollégium geopolitikai műhelyének kutatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egyetlen kérdés van, hogy mi lesz az izraeli válasz, erre azonban néhány izraeli tábornokon kívül mindenki más csak spekulációkat tud mondani, ezért van ennek a kérdésnek egy előkérdése. Én erre vagyok kíváncsi, hogy megteheti-e Izrael, hogy nem ad választ, nem ad katonai választ az éjszaka történtekre? Ez hát azért nehéz és bonyolult kérdés, mert igazából a tábornokok, a végrehajtók ezen a területen, a politikai vezetéseknek a döntést meg kell hoznia. Tehát most egyértelműen a válasz Benjamin Netanyahu kezében van, mint kormányfő kezében, és onnantól kezdve indulnak el azok a folyamatok, amik a tervezési fázis, azaz a lehetséges válaszcsapásoknak a, a számáról és a mennyiségéről döntenek úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben, miután jelentős kár nem esett Izrael területén belül, és halás sem érkeztek jelentések egyetlen egy eltévet rakétalkatrész kivételével, amelyik hírek szerint súlyos életveszélyes sérüléseket okozott, ezt meg az izraeli sajtó is megerősítette. Úgy gondolom, hogy arra mutató jeleink vannak, hogy Izraelnek nem áll szándékába eszkalálni ezt a konfliktust. Az valódi új helyzet az ugye, hogy Irán beleállt ebbe a konfliktusba, saját területéről indított rakétákkal, drónokkal, nincs most már az az évtizedes gyakorlat, hogy mindenféle proxin keresztül, meg, meg, kanyarral, vagy zsákutcával próbálkozott megtámadni Izraelt, hanem ez most egy nyílt sisakos támadás. Mi lesz ennek a következménye? Alapvetően az izraeli vezetés szándékán múlik, hogy mit szeretne ebből a helyzetből kihozni. Ugye a a reakciót jogilag, illetve hát valamilyen szinten jogilag, illetve érzelmileg is megindokolta az iráni vezetés, és hozzátette azt is, hogy a részükről lezártnak tekintik az ügyet. Tehát ez egy olyan földobott labda az izraeli vezetés számára, amit hogyha nem akar tovább eszkalálni, akkor el tud fogadni anélkül, hogy bármilyen súlyos következményekkel kellene szembenézzen, nemzetközi szinten. A kérdés az az, hogy ő mit szeretne ebből kihozni, ugyanis vannak arra utaló jelek, hogy a Hezbollah mozgolódik, és ugye az Izraelre közvetlen fenyegetést a Hezbollah a kezében lévő több tízezer vagy akár százezer, százezes nagyságrendű rakéta jelenti. Na most innentől kezdve egy óriási kérdés, hogy mik lesznek a következő lépések. A katonai értelemben egy súlycsoportban van a két fél, Izrael és Irán. Igen is, meg nem is. Attól függ, hogy milyen távolságról beszélünk. Tehát Izrael e, nem tudna szárazföldi támadást nyitani Irán ellen, és valószínűleg abban a 9,5-10 milliós lakosságú Izrael nem is lenne egy súlycsoportban a közel 90 milliós lakosságú Iránnal. Viszont ilyen távolsági fegyverek területén, nagyobb távolsági intató fegyverek területén, precíziós és egyéb eszközök területén Izrael van fölénybe, ráadásul úgy, hogy azért tömegpusztó fegyverekkel is rendelkezik, amik nyilván az utolsó lépcsőfok lennének, de ilyenje, ilyenje Iránnak jelenleg nincs. Ha a történelemkönyveket a mai napra vonatkozóan pár év múlva fellapoznánk, akkor egy új háború kezdetét jelezné ez a mai dátum? Mindenképpen a regionális háború a közelkeleti hegemóniáért megindult. És az, hogy Irán elég erősnek érezte magát nemzetközileg, belföldileg és gazdaságilag ahhoz, hogy egy ilyen támadást megindítson, az mindenképpen nagyon fontos jel. A válasz erre igazából megint csak a válasz csapásnak a mértékében, a mennyiségében és a mienségében rejlik, amit nem látunk még egyelőre előre. Olvasni arról is, hogy Izrael akár felhasználhatja a helyzetet arra, hogy összeállítson egy irán ellenes koalíciót, vagy egy erősebb iránellenes ellenes koalíciót cementezzen össze ez a helyzet, és akkor itt a diplomácia venné át a főszerepet. Ennek mennyi esélyét látja? Ennek megvan az esélye, különösen úgy, hogy az amerikai érdekek egyértelműen az ellenszólnak, hogy ez a regionális háború kirobbanjon, ugyanis az beláthatatlan következményekkel lenne az olajára. És onnantól kezdve, hogy az olajnak az ára, jött, egész pontosan a termékek ára, amelyek nagy része egyébként továbbra is a perzsa vagy arab öbölből származik, ennek hatása az amerikai választásokra is. Tehát innentől ez az amerikai kormányzat direkt érdeke az, hogy ne katonai, hanem diplomáciútól rendeződjön a helyzet. Veszélyesebbé vált a világ az éjszaka óta? Abból a szempontból igen, hogy az izraeli kormányzat szándékosan egyfajta kétértelműséggel áll a, akár a saját nukleáris fegyveréhez, akár az adandó válaszokhoz. Tehát azóta, hogy egy ilyen direkt kihívás érkezett az amúgy sem, hogy fogalmazzak a békés megoldásokat előtérbe helyező Netanyahu kormányzat számára, ez gyakorlatilag elidobták a kesztyűt, hogy hogy veszi fel, vagy miként veszi fel, vagy felveszi egyáltalán, ez kiszámíthatatlan egyelőre. Ugye netanyahu volt egy fontos telefonbeszélgetése néhány órával a támadás után, és a rakéták elhárít után Biden amerikai elnökkel, aki hírek szerint hűteni próbálta, hogy ne adjon választ, de ezért az amerikai katonai állások a térségben megerősödtek, és ugyanezt tették a britek is. Miért mennek oda nagyobb létszámban brit és amerikai katonák, csapatok fegyverzetben? Az Irán és az Iránsz köthető miliciák, illetve proxik, egy nagy küzdelemként látják az egészet a nyugati befolyás csak egy része Izrael, a másik része a brit vagy az amerikai hadsereg, amelyeknek bázisai vannak a régióban. Tehát többször előfordult már egy hasonló szituációban nem magát Izraelt a támadás, hanem az Egyesült Államok bázisait, úgyhogy most ennek a lépésnek a tükrében, ennek a lépésnek a nyomán ezek a bázisok is veszélyben vannak. Van annak jele, bár ugye a 99%-át a drónoknak, ballisztikus rakétáknak leszették a védő eszközök de mégis ki lehet-e számítani, hogy volt-e célpont esetleg amerikai katonai állás, vagy nyugati célpont a rakéták között. Egyelőre nincs arról hír, hogy Izraelen kívül más területre is csapás mértek volna Iránból, és Izraelben is egyértelműen katonai bázisok voltak a célpontok, tehát semmilyen civil célpontra nem indítottak támadást Irán részéről, úgyhogy ez jelenleg nem tűnik egy akkora eszkalációnak, de önmaga a támadás ténye már, és a, a, az, hogy ilyen sikeresen sikerült elhárítani, ez már egy jelentős lépés az eszkaláció felé. Ami történt, az önöket szakértőket meglepte? Meg, mert mindenki arra számított, hogy Irán egy olyan ö, proxinkon keresztül fog válaszolni, vagy akár a Hezbollahon, akár a Hamászon, akár a Huszikon keresztül, ugye Huszik éppen indítottak egy pár cirkáló rakétát, ők, ők, maguk is, és ez a fajta direkt fölvállás a támadásnak azért egy nagyon jelentős lépés előre, úgyhogy ebből is úgy gondoljuk, hogy Irán erősebbnek érzi magát a korábbiaknál. Mi lehet a közvetett következménye ennek a konfliktusnak? Most a Hormuzi szorosra gondolok, amelynek a a, az észak, az észak keleti sáv az, az végig iráni terület, tehát ott könnyen tudnak lezárásokat, egyéb akciókat végrehajtani. Ez ugye egy olyan, olyan szoros, ahol a világ energiakereskedelmének egy jelentős része áthalad. Igen, ezen a területen Irán már többször demonstrált, hogy le tudja és le is akarja zárni megfelelő szituációban ezt a területet. Nem véletlenül az amerikai és a brit haditengerészet akna a jelentős része ott állomásozik. Az alapvető problémát az jelenti, hogy az izraeli válasznak a mennyiség és a miensége fogja meghatározni a következő lépéseket. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy elkezdődött egy halálos sakjátszma, és ennek még csak a nyitó lépéseit láttuk. Mi a dolga egy európai országnak, egy közép-európai országnak, mi a dolga Magyarország felső vezetésének? Azt ugye látjuk, hogy a védelmi tanácsülését összehívta a miniszterelnök ma délutánra, a külügyminiszter is egyértelműen állást foglalt röviden mi, mi, a dolga most az ország vezetőinek? Azon túl, hogy egy nyilvánvalóan kiadása került egy rendkívül éles hangú elítélő nyilatkozat, mint a nemzetközi normákat megsértő, te hasonló támadások esetén mindenkor, azon túl ilyen távolságból viszonylag keveset tudunk csinálni, föl kell készülni a következményekre, és valószínűleg a védelmi tanácsnak a napi rendjén ez szerepelt. Somkuti Bálint, a Matthias Korvinos Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt Köszönöm szépen.